Hova megy ma Pintér Sándor? Egy hatalmasat tüntetni október 23-án. Szabad ország, szabad oktatás! Szabad ország, szabad oktatás! Ferenciekről fog sétálni velünk a Kálvira, ahol csatlakozunk a nagy tüntetéshez, és onnan eljön velünk egészen a Műegyetem rappartig. Nagyon remélem, hogy nem lesz komoly fizikai károsodás rajta, mert azért mi nem vállalunk felelősséget, de azért gondoltuk, hogy ha már ilyen nagy sikernek örvendett október 14-én, akkor most igazán megérdemelnek egy sétát velük megint. Szabad ország, szabad oktatás! Szabad ország, szabad oktatás! A mai rendezvénytől azt várom, hogy egy igazi szolidaritás alakul ki. Annak idején a Vekedi Tamás azt mondta, hogy az igazi pedagógusok azok a középiskolában, meg az általános iskolában, meg az óvodában vannak, és ezért mi egyetemi oktatók szolidárisak vagyunk a középiskolai tanárokkal. Igen, szolidaritás szüksége van, ki kell állni egymással, egymásért, és lehet, hogy van 6 konfederációnk, de ez egyként kellene, hogy fellépjen minden esetben, amikor a munkavilágát, az oktatást, vagy bármit sérelem ér. Mindenkinek üzenjük, aki nincsen itt, hogy nagyon-nagyon sajnáljuk, mert azt gondoljuk, ezt már nagyon sokszor elmondtuk, hogy ellenzéki, kormánypárti, mindenféle politikusoknak itt lenne a helye. A háttérben magánszemélyként mi továbbra sem támogatjuk azt, hogy bármilyen párt át akarja venni tőlünk a szervezést, vagy a nem is tudom ennek a vezetését, de azt továbbra is tartjuk, hogy aki ezt az ügyet mindenkinek támogatnia kell, párttal függetlenül, és szeretnénk látni őket a tömegben. Szabad ország, szabad oktatás! Szabad ország, szabad oktatás! Szabad ország, szabad oktatás! Szabad ország, szabad oktatás! Lányom most 8-os, Karinti Frigyes gimnáziumba készül felvételizni. Két anyelvű osztályba, és a héten a tiltakozás hatására a tankerület megszüntette az egyik két anyelvű osztályt. Tehát a három osztályban most már csak 2 fog indulni két anyelvűként, ezzel 33%-kal lecsökkent neki az esélye a felvételére. Tisztalár! Nincs jövő! Tisztalár! Nincs jövő! Tisztalár! Nincs jövő! Tisztalár! Nincs jövő! Szeretném, hogy minden eddiginél többen legyünk. Az, hogy megint azt a dühöt, meg azt az energiát tudjuk megmutatni, ami szerintem abból a diákságból jön, tehát ebből az új generációból jön, akik most belekerültek ebbe a dologba, belekerültek egy újfajta politikai környezetbe, és hirtelen rájöttek, hogy meg tudják mutatni a véleményüket, és hangoztatni tudják nagyon-nagyon hangosan azt, hogy mit gondolnak. Tőlünk várjátok a jövőre való megváltást? Hogyan, amikor az egyetlen számításunkra való megoldás a Pitagorász? Azt hiszed, ki tudod törölni a gondolkodást? A faszt! A generációm vállalja a felhivalkodást, hogy leszarjuk ki az anya és ki az apa, csak szeresse azt a gyereket, akit a ti nemzedéketek nem mert felnevelni sem. És azért vagyok itt, mert rohadtul elegem van! A magyar oktatási rendszer baromi régóta szágult zuhanó repülésben a föld felé. Finn és más iskolákhoz hasonlítani sincs értelme az itthoniakat. De azért az már fájdalmas, hogy lassan lehetetlenné válik a tanuláshoz való jogunk gyakorlása. Ezért is tüntetünk! Szombathely Diák Önkormányzatának aktív tagjaként dolgozom egy vidéki tüntetés szervezésével is, és ezen kívül már több, mint 60 városban szerveztek hasonló kiállásokat. Nagyon szuperek vagytok, csak így tovább! Egészen pontosan október 5-én 195 Pesten kívüli intézmény jelezte, hogy sztrájkolt. A mai nap pedig... A mai nap pedig 40 tankerületben, 60 városban 141 kiállás szerveződött ez idáig. A számok önmagukért.
miért beszélnek? A szülők ezrei nézték eddig tehetetlenül, hogy gyermekük lyukasórái hétről hétre szaporodtak. Nem csak vidéken, hanem most már a fővárosban is. A magyar kormány terheli a felelősség azért, hogy a pedagógus hiány miatt sérül gyermekeink oktatáshoz való joga. Mi az itt lévő szakszervezetekkel akciószövetséget kötöttünk, mert azt gondoljuk, hogy a problémáink azonosak. A sztrájk, a bérezés mindenkinek a problémája. Mi is féljük a jövőt. Féljük a gyerekeink jövőjét, az unokáink jövőjét. Azért vagyunk itt, mert a kormányzatnak, a hatalomnak az arroganciáját meg kell törni. Kiállunk értetek, mert most ti, holnap mi. A sztrájk alapjog. Ennek elvétele diktátum. Nem hagyjuk, mert nem félünk. Elég volt a diktátumból, elég volt az arroganciából, elég volt az agymosásból, elég volt a mérhetetlen cinizmusból, elég volt a jobb diktásból. Minden perc, amit valaki némaságban tölt, az egy bűnös perc. Mert vétkesek közt cinkos, aki néma. Aki nincs velünk, az ellenünk van. Aki nincs velünk, az a lépésről lépésre visszalopakodó kommunizmus támogatja. Egy olyan rendszert, ahol mindenkit megfigyelnek, lehallgatnak, ellehetetlenítenek, ha felemeli a fejét. Hány lépésre vagyunk a koncepciós perektől? Mennyi időnek kell eltelnie, mire oroszországi kényszermunkatáborokba hurcolnak minket? Egyelőre az elbocsájtásoknál tartunk, de tudjuk, hova vezet ez az út. Hazudnak nekünk. Reggel, délben és este hazudnak nekünk. Thank you.